két évvel ezelőtt Tolna megyében szabta ki a legtöbb bírságot a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal illegális fakitermelés vagy forgalomba hozatal miatt, összesen 13 millió forintot. A hatóság és a rendőrség szakemberei gyakran közös munka eredményeként akadnak egy-egy illegális fakitermelés helyszínére, vagy olyan fatelepre, ahol nem legális helyről származó termékeket árulnak. Az is gyakran fordul elő, hogy a tűzifa mennyiségével trükköznek a bűnözők, pedig elkerülhető lenne, hogy a csalás áldozatává váljunk, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Az őszi időbe köszöntével előfordulhat az, hogy megjelennek a településeken olyan autók, amelyekből tűzifát árulnak az ott lakók számára. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy minden esetben, amikor tűzifát vásárolnak, a vásárlást megelőzően egyezzenek meg írásos szerződésben a árusítóval. A leggyakoribb trükközés a fa mértékével történik, tette hozzá szóvivő, ezért szerződéskötést javasolja. Ebben tanácsos rögzíteni a megvásárlásra szánt fa mennyiségét és annak mértékegységét. A tüzelőanyagként használt fa mennyiségét a kereskedelemben kétféle módon szokás mérni, tömege alapján, mázsában vagy térfogat szerint erdei köbméterben. Tűzifát csak számlára érdemes vásárolni, hiszen ezen dokumentum hiányában számon kérni sem lehet a csalókereskedőt. Mértékegységként pedig érdemes térfogatot választani, mert a fa a száradást követően veszít a tömegéből. Figyeljenek oda arra, hogyha valaki azzal az ígérettel jelenik meg, hogy hamarosan szállítani fogja a fát, de adjon előleget a tulajdonos, ezt sose tegyék meg, hiszen hogyha előleget fizetnek, és semmilyen papír nem készül arról, akkor előfordulhat, hogy azok, akik át akarják verni az embereket, azok későbbiekben nem fogják leszállítani az ígért fát. A rendőrség azt is javasolja, érdemes megbízható bejelentett helyen megvenni a tüzelőanyagnak valót, például tüzépnél. Kimért kalodásfa vásárlása is egy jó megoldás lehet, így biztosra vehető, hogy száraz jó minőségi terméket kapnak, nem pedig egy jól megáztatott, nagyobb súlyú fát.